És itt a stúdióban köszöntjük Cinke Gábort, a Thai Box Akadémia vezetőedzőjét. Jó reggelt kívánok. Az önök által felajánlott és Ártó Kisenkó nagy bajnok által aláírt kesztyű már el is kelt, úgyhogy ezt már hozzájárultuk az összeghez. A sportolóknál mindig nagyon-nagyon hamar jönnek a felajánlások, annak miért érezték úgy, hogy fel kell ajánlani ezt a fontos kesztyűt? Úgy éreztük idén a Fitlub Thai Box Akadémiával és a Joko Hungerivel, hogy közös szervezésben a Artur Kisenko által aláért dedikált kesztyűt szeretnénk felajánlani és csatlakozni a Jónak Lenni Jó programhoz, ugyanis a mi sportágunk egyéni sportág, tehát a küzdőnek, a versenyzőnek egyedül kell megküzdenie a ringben az ellenfelével, viszont nagyon jól tudjuk, hogy egy jó csapat kell a versenyző mögé, hogy a sikereit elérje. És ezt a jó csapatszellemet szeretnénk a hétköznapi filozófiába is átemelni. Tudjuk, hogy ugye karácsony környékén nagyobb odafigyeléssel, nagyobb együtt dolgozással, összefogással többet tudunk segíteni adni az embereknek, és ezt a filozófiát, ha megtartjuk és egész évben kitartjuk, megtartjuk, akkor tudunk segíteni az embereknek sokkal jobban, sokkal többet, és ez a sport filozófia, hogyha átemelődik a hétköznapi életbe is, ez az összefogás, akkor többet tudunk adni az embereknek, jobban tudunk segíteni, ugyanúgy a saját egyéni sportágunkban is. Mi ennek a kesztyűnek a története? Hogyan került önökhöz? Ez a kesztyű nyáron került aláírása Artur Kisenko által. Ez egy 14 unciás bőrkesztyű. Nagyon jól lehet használni az edzéseken. Artur Kisenko nyáron tartott egy szemináriumot a Fitlub Thai Box Akadémián, ahol ezt a kesztyűt viselte, ebben mutatta be a technikai kombinációkat, gyakorlatokat, és utána, miután ez a szeminárium lement, aláírta, és így együtt közösen felajánlottuk egy jó tudta, tékony. Hogy ez a Jónak Lenni Jónak lesz ez a kesztyű? Így van. Egy kétszeres Muay Thai világbajnokról beszélünk. Van, járt már Magyarországon 2015-ben is, idén is nagyon jól együtt tudtunk vele működni, és így van többszörös Muay Thai bajnok, világbajnok, K1 bajnok, és úgy gondoltuk, hogy az ő nevével fémjelezve hozzá tudunk járulni ez a programhoz. De gyanítom, hogy aki megszerezte vagy megvásárolta ezt a kesztyűt, azért nem ebben fog majd edzeni. Nem edzésre használja, igen. Nem tudom, reméljük, hogy ki tudja tenni a vitrínbe, vagy esetleg fölvesz, és a Kisenko által belegyűjtött energiákat, filozófiákat magának tudhatja, jobban lehet tudja sajátítani ezeket a technikákat, és reméljük, hogy örömét lenni benne, és tudtunk segíteni megint valakinek. Legyen úgy, köszönjük szépen a felajánlást és a beszélgetést is.